itt Nerissa és Catherine Wolf Slyon második Erzsébet királynő eltitkolt és elmegyógyintézetbe zárt unokatestvérei, akikkel egyébként a Korona című sorozat is foglalkozott. A lányok visszamaradottságáért felelős gén pedig anyai ágdól öröklődött, ugye itt Fenella, illetve az ő testvére Harrietnek a gyermekei is hordozták ezeket a géneket, mindannyian egyébként körülbelül egy 4-6 éves gyermek szintjén voltak egész életükben. Nerissát és Catherine-t, illetve az ő három szintén sérült unokatestvérüket, Idonát, Rosemary-t és Etheldedet, az ő nagyapjuk, Fenella édesapja 1941. júniusában az Eastwood elmegyógyintézetbe küldte. Hivatalos feljegyzések alapján a lányok 1940-ben és 61-ben hunytak el, azonban Nerissa 1986-ban halt meg, ekkor dobbant ki a botrány. A média pedig természetesen elővette a királyi családot és magyarázatot követelt tőlük Nerissa és Catherine sorsára. A történet teljes egészéről és a részletekről pedig a csatornámon már láthatjátok a videót.